családban volt egy egészen kiváló festő, Sztereo Károly, és úgy látszik, hogy van valami lelki kapcsolat, meg jóslat, mert a képen is látszik, hogy az én kedvenc hobbimat, a horgászatot, nagyon jó sikerült a lényegét megfogni. Nem feltétlenül horgászok. Tehát nem a halat pusztítom, meg a halat akarom kifogni, hanem inkább az életet figyelem a vízen is. Minden víznek az országban más a kisugárzása, más a csöndje. Minden víznek. Más a Körösnek, más a Tiszának, más a Dunának. Még akik tapasztaltabb horgász, az is tudja, hogyha ragadozókra horgászik, hogy a Dunán a hidegfényű műcsalik jobban működnek, a Tiszán a melegfényűek, és a Körösön is a még melegebbek. Az egész dologban tulajdonképpen a természettel való közvetlen kapcsolat a legfontosabb. Egy jó színésznek nincs műfaja. Teljesen mindegy, hogy milyen darabban játszik. Tragédiában, vígjátékban, operában, énekeszerűen, teljesen mindegy. Kabarékban. Az a színész, aki nem érzi, hogy kik ülnek a nézőtéren, hogy a nézőknek az összetétele milyen, hogy kik vannak túlsúlyba, ellenséges szemléletű emberek, vagy rosszabb indulatú, vagy nem úgy állnak a darabhoz, az nem is biztos, hogy színész. Mert ezeket az embereket egy pillanat alatt össze kell fogni, arra a hullámhosszra kell állni, meg kell találni azt a hullámhosszot, amikor az ember játszik, hogy hatni tudjon rájuk. És van ilyen szerepem, ahol ezt mindig meg kell tenni. Amikor akkora csönd, amikor a légy zümmögéseit is meg lehet hallani. Az a színésznek a művészete. És azt is csak úgy lehet elérni, hogyha az ember ennyi ember előtt önmaga tud lenni. Mi a fontos azokban a helyiségekben, ahol közönség van? Tehát akik a legjobban tudnak hatni, ahol a legjobban a gondolat összeáll, az mindig egy koncert, komoly zenei koncert. Annak van mindig a leggyógyítóbb hatása. A darab zenéje, a darab ritmusa kezd el bennem dolgozni, amikor már az olvasó próbán. Tehát én már úgy tudom felolvasni a darabot is olvasó próbán, amire ugye azt mondják, hogy nem szabad, hogy csak olvassátok. Hogy én már játszom is a szerepet. Tehát már szituációs beszédet alkalmazok a színpadon is, hogy kvázi mintha már meg lenne a jelenet, és úgy beszélek. Mert rögtön érzem a szerepet. Most a Don Quixote-ba fordul elő ilyen, hogy meg tudom fogni a közönséget, de azért, mert gyönyörű a szöveg, példát mutat nyelvezetben is, és szeretetben is, hogy hogyan kéne beszélni egy nővel. Úrnőm, a tűznek, melyen megégetett kegyed, oly kevés a füstje, hogy kegyet sem tagadhatja, alig ha el nem vakult a lángjától. A kegyet puszta pillantása rábírt arra, hogy dobjam el a gőg fegyverét, és könyörögve esedezzem, követelje az életemet. Abból pedig, hogy a kegyet diatalához magam is segítséget nyújtottam, hisz úgy álltam én neki a küzdelemnek, mint aki veszíteni akar. Amikor is a kegyed rohamánál a testem legvédtelenebb részét, a szívemet szegeztem szembe. A szívemet, mely már akkor vérkönnyeket sírt. Mindebből tehát nyilvánvaló, ön jó előre elvette tőlem a vizet, hogy aztán porig égesse házamat az a tűz, mely ezek egyet még oly rövid villanásnyi figyelmének a taplója lobbantott lángra. Ilyen gyönyöreket tud mondani. Úgy látszik, hogy színésznek születtem. Ezt másképp nem lehet. Arra születni kell. Sok mindent meg lehet tanulni, de az igazi színészetet nem lehet.